A 70-es évekre emlékeztető állapotokból a 21. századba emelni a Marosvásárhelyi tömegközlekedés Sós Zoltán polgármesterjelölt és szakértői csapata hangzott el ma a programismertető sajtótájékoztatón. Marosvásárhely egyik legforgalmasabb busz megállójában tartott sajtótájékoztatót Sós Zoltán független polgármesterjelölt és Ungvári Csongor mobilitási szakértő. A helyszín magáért beszél, mondta a jelölt, aki szerint a marosvásárhelyi tömegközlekedés legfőbb problémái a korszerűtlen és pontatlan autóbuszok, a fedetlen busz megállók, valamint a nehézkes jegyvásárlás, mutatott rá a polgármesterjelölt. Az utcaszerkezet szintén egy probléma, hiszen az elmúlt mondhatni 30 évben nem sokat változott, vagy jóformán semmi. Itt sem változott Marosvásárhelyen, és az a legfontosabb feladatunk ma, hogy a két legtávolabbi pontja a városnak legyen úgy összekötve, hogy legyen buszsáv, legyen hatékony gyors közlekedés, és legyen olcsó közlekedés. Amennyiben a tömegközlekedés korszerűbb lenne, úgy enyhülne a túlzsúfolt városi forgalom is, mutatott rá Ungvári Csongor mobilitási szakértő. Szerinte ugyanis, ha a lakosság megtapasztalja, hogy tiszta, pontosan érkező autóbuszok vannak a város utcáin, akkor használni fogja, így kevesebb autó fog közlekedni az utakon, ami biztonságosabbá teszi a kerékpár, a gyalogosok pedig nem benzingőzben kell sétáljanak. Az lenne a cél, hogy az emberek számára tervezzünk és fejlesszük a várost, egy élhetőbb város legyen a fő cél, és nem pedig az autós forgalom kiszolgálása. Nem a sebesség növekedése vagy a forgalom kapacitásának a növekedése kellene legyen a fontos számunkra, hanem az, hogy elérhetővé tegyük az emberek számára, mindenki számára a közlekedést. Úgy vélte, a jelenlegi városvezetés kudarcot vallott a város forgalmának kezelésében. Sós Zoltán programja 6 intézkedést tartalmaz a korszerű tömegközlekedés eléréséhez, új buszok beszerzése, a buszmegállók felújítása, iskolabuszok indítása, buszsávok kialakítása, pontos és követhető menetrend, valamint a digitális jegybevezetés. Ezzel a témával folytatjuk. A telefonnál Sós Zoltán Marosvásárhelyi független polgármester jelöltje. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Elmondaná, hogy miért éppen egy busz megállót választott helyszínnek ahhoz, hogy a tömegközlekedés megújításának szükségességéről beszéljen? Ez a busz megálló ugyanígy nézett ki ezelőtt 40 évvel, és úgy gondolom, hogy egy nagyszerű példája annak, hogy mennyire le van maradva Marosvásárhely más erdélyi városokhoz képest, de mennyire nem felel meg a közlekedési és a személyszállítási kívánalmaknak mindaz, ami ma tapasztalható városunkban. Semmilyen olyan építmény, ami védené az utasokat, esetleg eső vagy napsütés esetén nincsen. Nincs tájékoztató arról, hogy mikor fognak oda buszok érkezni, nem lehet tudni a közlekedési menetrendet, és természetesen a mozgássérült, mozgáskorlátozott emberek számára sincs semmiféle olyan eszköz kiépítve, ami segíteni a használatát a tömegközlekedésnek. Mindez arra mutat, hogy az elmúlt 40 évben nem történtek előrelépések, és az elmúlt 20 évben a meglévő buszpark állapota is tovább romlott. Ma azt lehet mondani, hogy alig van korszerű busz Marosvásárhelyen, ami teljes mértékben kilóg a sorból az erdélyi városok között. Melyek a legsürgetőbb feladatok? Tervezik-e például, hogy a tömegközlekedési útvonalakat a megváltozott igényekhez igazítsák? A jelenlegi közlekedés ismeretében nekünk az a legfontosabb, hogy nyilván a mobilitási terv alapján olyan buszjáratokat, akár újakat indítsunk, amelyek ténylegesen kiszolgálják a lakosságot, a buszmegállókat korszerűsíteni, és természetesen nagyon-nagyon fontos, hogy legyenek kényelmes a tömegközlekedés, legyen pontos, és legyen hozzáférhető. Ezek a legfontosabb szempontok, amelyeket érvényesíteni szeretnénk. Legyen egy olyan buszpark, amelyik kielégíti az igényeket, és tényleg elégséges járatszám legyen, hiszen most nagyon sokszor fél órákat kell várni, és nem lehet tudni, mikor érkezik a busz, illetve az is nagyon fontos, hogy a korszerűsített úthálózatban amennyiben lehet, legyenek buszsávok, hiszen így lehet meggyorsítani a tömegközlekedést, és ez a garanciája annak, hogy az emberek az autóból átszállnak a tömegközlekedésre, és ha ezt Kolozsváron vagy más városban sikerült megoldani, itt is menni fog. A hozzáférhetőségnél pedig nagyon fontos egyrészt a mozgáskorlátozott személyek támogatása, másrészt pedig a digitális jegyvásárlás, telefonkártya vagy akár SMS felhasználásával.
És miből lesz mindenre forrás, a pénze a városnak? Ugye itt a tömegközlekedésnél két alapvető problémát kell megoldani, az egyik maga a buszpark. Erre egyrészt létezik már egy kormánytámogatás, ennek a lehívása folyamatban van, ugyanúgy az EU-s alapokból történő támogatás lehívása folyamatban van, a közbeszerzési eljárásnál tartunk, és 2022-ig több mint 100 új autóbusz érkezik Marosvásárhelyre. Ez mellett és ezzel párhuzamosan nagyon fontos az olyan busz megálló kiépítése, ahol egyrészt a lakosság számára információt tudunk biztosítani, biztonságos fedezéket az időjárási viszontagságoktól, akár ingyenes internet, wifi használatot, és természetesen zöld környezetvédő megoldásokkal segíteni. Ugye a kormánytámogatásnál azt tudni kell, hogy leginkább elektromos buszok fognak érkezni, tehát ez is hozzájárul ahhoz, hogy csökkenjen Marosvásárhely jelenleg igencsak szennyezett levegője. Zsó Zoltán, köszönjük, hogy válaszolt kérdéseinkre. Köszönjük.